Ukrajna és Románia újraindíthatja a villamos energiakereskedelmet. Ezt a döntést már jóvá hagyta az Energia és a Kommunális Szolgáltatások Állami Szabályozását végző Országos Bizottság. Ez lehetővé teszi a villamos energiával történő export-import műveletek szabályozását, és elősegíti az energiarendszer stabilizálását. A két ország elosztórendszereinek üzemeltetői közötti megállapodás tervezetben foglaltak szerint az Ukrajna és Románia határán fennálló korlátozások kezeléséből származó bevétel az Ukrenerho és a román fél között 50-50 százalékos arányban oszlik meg.